etikus etikára vonatkozó kérdések, hogy azért ezek a változások, amik most elindultak már, azért ezek összefoglalhatjuk, hogy azért pozitív irányba haladnak. Én is azt tapasztalom, hogy nálunk a mi csoportunkban, a Facebook csoportunkban, miután ezt az előadást elkezdtük meghirdetni az interneten, és nagyon sok megosztás volt rajta, azt tapasztaltam, hogy a Facebook csoportunkban szinte naponta belépett vagy egy orvos, vagy védőnő, vagy infektológus is volt, tehát oltástanácsadó, és egészen nagy széles kör volt, tehát ügyvédek beléptek, jegyzők is beléptek, és ami a legjobb lenne, közülük vannak olyanok, akik itt ülnek önök között. Tehát amikor megkapjuk ezeket a vádakat, ugye nagyon sokszor közösségi oldalakról, hogy mit csinálnak, mert tartják ezeket a rendezvényeket, és semmit nem érünk el, hát el kell, hogy mondjuk azt, hogy lehet, hogy látszólag úgy tűnik, hogy nem érünk el vele semmit, de mégiscsak elérünk valamit. Mert azzal, hogy ezek az emberek elkezdenek érdeklődni, az azt jelenti, hogy ott is valami felnyílott a szem, elkezdtek gondolkodni azon, hogy lehet, hogy itt mégiscsak van valami igazság ennek a hátterében. És ahogy Tamasi doktorunk is elmondta, hogy elejétel ők is jóval kevesebben voltak orvosok, most már az új magyar orvosi karnak ugye 35 körül jár a létszáma, tehát ez azt jelenti, hogy azért gyarmazik. És én azt gondolom, hogy el kell, hogy írjuk valamilyen belátható időn belül azt a kritikus létszámot, amikor már ezt nem tudják a szőnyeg alá csöpölni. És erre kérdezem a doktorulat, hogy hogy gondolod azt, hogy azért ez szerintem nálad is lejön, hogy pozitív irányba haladnak ezekkel az összefogásokkal, és lesz, hogy ezekkel elkezdődik. Ugye a bonyolult nagyon népszerűek voltak az előadásaink, rengeteg a gratulációt kaptunk, és szerintem haladunk bele azért. Hát, nagyon sok minden próbált a világ ellenálló része, hogy miként lehetne ezt a terrort megoldani. És ugye voltak jogi próbálkozások, voltak szakmai próbálkozások, voltak olyanok, hogy pénzzel esetleg. És hát ugye nyilván sokan bíztak a bizonyos pártokban, hogy majd azok megoldják a problémákat. Azt láttuk, hogy igazából ezek a megismert és megszokott megoldási utak, ezek nem működnek. Részben azért nem, mert az a háttérhatalom, amelyik ezt az egész forgatókönyvet kitalálta, az megoldotta, hogy még a láthatatlan fázisban megoldotta, hogy minden létező intézmény, ahova lehet fordulni, az mind az ő technikásukat talál. Tehát ebben nincsen semmi titok vagy sértés, egyszerűen tudomásra kell venni az állami intézmények, a multi cégek, tehát ezek a nemzetközi intézmények, nemzetközi vállalkozások, aztán a különböző jogsegélyi intézmények, az ügyvédi kar egészen ugye kivéve nyilván ez a néhány ügyvéd, aki belül tart, és az orvosi kar teljes egészen, az állami egészségügyi szolgáltatók, de hát nyugodtan lehet azt mondani, hogy az egészségügy privát szereplői is ebből az egész forgatókönyvbe beigazolnak. Tehát nincs menekvés, ezek a dolgok, ezek nem jól használhatók arra, hogy megoldjuk a problémát. Egy dolog működik. Egy pedig az, hogyha mi nagyon sokan ugyanazt a hangot hallhatjuk. És ehhez ugye elindult egy olyan folyamat Magyarországon, hogy először voltunk milyen, akik megszólaltunk, akkor létrehoztunk különböző csoportosulásokat, ugye emlékeznek biztosan sokan, hogy 2020-ban, 2021-ben nem volt még olyan nagyon sok társaság, meg ember, aki ebben a dologban megnyilvánult volna.
És akkor egyre láthatóbbak lettek ezek a csoportosulások, volt tüntetés, körbefogtak bennünket tartalékos rendőrök, ugye, és akkor kvázi mindenki vád alá, hogy hát eljárást indítottak mindenki ellen. Szóval akkor még nagyon kevesen voltunk, és nagyon kevés csoportosulás volt. És akkor elindult az a folyamat, hogy a csoportosulások kvázi egymással versenyben csináltak oldalakat, weboldalakat, és hívtak akciókra embereket. És akkor ugye van a magyar emberben ez a féltékenkedés, hogy akkor ez jobb, az másik, nem olyan jó, ide gyertek, nem oda. Ez ugye, hogyha ez így maradt volna, hála jó Istennek, megszűnőben, de ha ez így maradt volna, akkor ez az egésznek a legfeléje lenne. Tehát ugye most azt kell érteni, hogy mindazok, akik ezt az egész cirkuszt csinálják a 8 milliárd emberrel, azok vannak mondjuk összesen 10-15 ezeren. Tehát ők azok, akik bent rendesek, úgy mondjam. És ebből a 10-15 ezer emberből lesz mondjuk néhány százezer ember, akire rá tudják erőszakolni közvetlenül az akaratukat, hiszen minden országban van hadsereg, rendőrség, állami hivatalok, és így tovább. És hát jó, mondjuk, hogyha sok országot veszünk, akkor biztos lesz több millió. De nagyságrendekkel több azoknak a száma, akik fölébredtek, vagy fölébredhetnek. És a szociológia doktrinái szerint, például Magyarországon, hogyha összesen 5% bátran kimeri mondani a véleményét ezekről a dolgokról, akkor az az 5% megfordítja a dolgokat teljesen. Tehát nem kell hozzá parlamenti többség. Nem kell hozzá még csak 10% sem. Elég az 5%. És ehhez viszont az kell, hogy az ilyenfajta rendezvényeken az emberek bizonyságot szerezzenek, és tudást szerezzenek, amivel szívesen továbbadják azt, amit hallottak. Mert ugye az ember hall valamit, de azt nem tudja jól elmondani, még nem elég biztos benne, és így tovább, és akkor az úgy elkallódik az információ, és nem lesz belőle többeket meggyőzni tudó fontos tétel. Tehát arra van szükség, hogy az ember képezze magát, hogy tanul bizonyságot tegyen, bármennyire olyan vallásinak tűnik ez a dolog, de nem az. Tanul bizonyságot tegyen, ugye arról, hogy mondjuk őt áll érte, hogy továbbadja az információt másoknak, és érezze másokat. Tehát minden küzdelem, amiről itt van, hallhatunk az ügyvédektől is, azok a küzdelmek, amiket mi vívtunk bíróságokban, azok, amit az utcán vívtunk, amikor tüntetéseket szerveztünk, amit az ember összezöldül a tanárral, a gyereknek a tanárával, hogy milyen alapban akarják gyerekek maszkviselésre kényszeríteni. Egy csomó összetevője van ennek, ugye, tehát minden megbukott végül is, most már tudjuk. Hazugság volt a maszkoltatás, a gyerekek otthon tanítatása, mármint az iskolák bezárása, hazugság volt az egész járványkampány, sorok a üzletekben, hogy most kérdezők csak ezek mehetnek vásárolni, bérnek azok, és így van. És hazugság az egész gyerekoltás biznisz. Az egy hazugság. És csak ezt annyira ügyesen, ahogyan az Angelika elmondta, 240 év óta fejlesztették ezt a bizniszt, hogy egyre inkább elbűjítsék az emberiséget, és persze az orvosok. Ugye az történt, hogy 1910-ben létrejött az olajból egy óriási pénzösszeg. És ezt a Rockefeller nevű
Köppelben nevű amerikai mágnás, ő végigakorda leginkább ezt a pénzösszeget és ezt a vállalatot, a Standard Oil-ot, amit aztán bírósági eljárásokba felszabtaltak, de ebben csak még jobban jártak a fele család. Még több pénzük, ezt megsokszorozódott attól a pénzük, hogy nagyon sok darabra osztották ezt a nagy manapra helyzetben lévő céget. És akkor a pénzösszegeik voltak, hogy ők meg tudták vásárolni az orvosi egyetemeknek a megbuktatását, és az orvosi egyetemek tananyagának a újraírását. Tehát ők megcsinálták Amerikában azt, hogy 300 egyetemből csináltak 70-et, azért, mert rájuk szabadítottak egy túlbuzgó pedagógust, úgy hívták, hogy Abraham Flexner. Ez a Flexner, ez mindenütt csinál úgymond egy ilyen tudományos felmérést minden egyetemen, és az ő szempontjai szerint kiértékelte, hogy milyen vadasságokat tanítanak. És ezt tudományos, áltudományos szerint elkezdték kiértékelni, hogy nem tudom, hányból hány ezeket tanítja, azokat tanítja, és ez olyan erővel hatott a tudományossággal hajló orvosi egyetemi menedzsmentben, hogy kvázi tönkrementek. Tehát ők bezártak. És így 1910-ben létrehozták az egységes orvosi képzést, ugyanazzal a tananyaggal. Na és mit gondolnak, milyen tananyaggal? Hát azzal a tananyaggal, amire már akkor rátette a Rockefeller a kezét, a gyógyszeriparra, mert eljöttek, hogy az olajipar melléktermékéből létre tudnak hozni sokkal jövedelmezőbb iparágat ez a gyógyszeripar, és abból fejlesztenek minden gyógyszert. Nem a természetes anyagokból már, ugye régen előtte volt ilyen, de már nem abból, csak az olajipar melléktermékekből. Ezt akarják eladni, erre építették a tananyagot, erre képezték ki az orvosokat, és ez az orvoslás terjedt az egész világon. És ez a Rockefeller-i orvoslás az alapja ma is az egész megtévesztésnek. Tehát ezért van, hogy 240 éve tudják építgetni ezt a bizniszt, mert nincs ellen szó, nincs ellenhang. Csak ugyanazt mondogatja mindenki, ugyanabban a vadarságban hisz. Az orvosok egy jelentős része csak hitből csinál. Ahogy mondtam, hogy vallás, ez egy szekta. És sajnos ebben a szektában nagyon nagy erőfeszítéssel lehet megtalálni azokat, akik még ébreszthetők. De alakul a dolog. Tehát az Új Magyar Orvosokar, ez most már elindult, és azon vagyunk, hogy minél érthetőbb kommunikációja legyen a többi orvos felé. Ezt fogjuk remélhetőleg a közeljövőben megteremteni, és akkor, hogyha tényleg ezt a kritikus létszámot el tudjuk érni, hogy mondjuk 100-200 orvos, és az infekciókra osztva saját szakterületén tud véleményt nyilvánítani, meg tudja kritizálni a orvosi kamarának a hülyeségeit, vagy az állami intézkedéseknek a gyenge pontjait. Közben tudunk szólni időben, ilyen hangokat tudunk hallani, amelyeket itt is ma hallottak, akkor szépen elindul egy bomlása ennek a romlott egészségügynek. Ugye az új világrendel szembeni jövőbeli világrend az az, hogyha nem a jog, nem az erőszak tartja fel a rendet, hanem az erkölcs, a belső érzék, a tiszta etika tartja fel a rendet. Ma nincs etika. És amit az előbb kérdezett, hogy az etika, hogy ez is basszusokban van, sajnos az az etika, amit most létrehoztak, tehát ugye volt egy orvosi etika, amit még az én fiatalabb koromban gyakoroltak, vagy járattak,
Ezt most felosztott a kormány, mert mondván, hogy visszaértek a Doros kamarában a pozíciójukkal, és olyan dolgokba átadták bele magukat, amihez nem volt semmilyen jogosultságunk. Ez mind rendjén van, de amit létrehoztak helyette, az egy devalválódás, egy még rosszabb szintre kerülés, mert ugyanaz a rendszer termelte ki magából a mostani újfajta etikát, és ugyanúgy benne hagyták ezeket a Covid alatt bevezetett kamu intézkedéseket, meg szabályokat, hogy tudnék a járvány veszély esetén miket kell csinálni az orvosnak. Tehát ezek mind semmi közúton a hipokrátészi esküvőhöz, meg a hipokrátészi etikához. Úgyhogy a bizodalom az megvan, hogy ebből ki tudok lábalni. Én abban hibáztam a elején 2020-ban, amikor az első videókat felraktam, hogy nagyon rövidre gondoltam ezt az egészet. Azt gondoltam, hogy ezt gyorsan elintézik, ez akkora valóság, akkora gazdaság, hogy ezt nem fogok sokáig föntetlenni. Hát nagyon tévedtem. Tehát azt kell látni, hogy a pénz, az az óriási mennyiségű pénz, ami akkor is aránytalan volt, mikor Rockefeller-re indította ezt a Rockefeller-i orvoslást, és most még inkább aránytalanul hozzájött a digitális világvállalkozási pénz, a bankrendszernek a pénze, és ez mind az ő tulajdonukban van. Olyan mennyiségű pénz van a túloldalon, hogy ez mindennek ellenáll, egész addig még nagyon sokan nem leszünk. Tehát nagyon fontos, jegyezze meg mindenki. Mindenki az összefogásra törekedje, az orvosok felé is ezt kell sugallni, akik megnyílnak, és már valamit legalább megértenek a dolgokból, meg azok felé is ezt kell sugallni, akik használják az egészségüket. Nagyon sok mindent meg lehet az egészségük nélkül oldani, és azt kell előmozdítanunk, nekünk az a célunk, hogy áthozzuk a jó világnézetű orvosokat erre az oldalra, és megteremtsük itt azt az egészségügyet, ami tudja a már felébredett embereknek az igényeit kielégíteni, tehát amire tényleg szükség van, nincs mindenre szükség, amit most csinálnak, ugye nyilvánvaló manapságokat csinálnak, tehát nem ilyen átalakító műtétektől a fölösleges oltásoknak, a plasztikáknak a megerdő mennyiségedel, ezekre biztos, hogy nincsen szükség, és ugyanakkor nagyon sok mindenre a szükség eltűnik, hogyha nem érkeznek benne, nem hagyjuk magunkat, hogy jön még az ötét. Ezzel kapcsolatban nekünk is van néhány gondolatom, mert már sokszor megkaptam a kérdést kapcsolatban, hogy ezekkel a vakcinákkal, hogy jaj, mert hát a régiek mennyivel jobban voltak, nem volt ennyi mellékhatása, stb. És hogy kérdezték, volt olyan, aki kérdezte tőlem szülő, hogy nem lehet, hogy a légi oltást adhassak el a gyerekének. Na most az a probléma, ahogy már Amerika is elmondta az előadásában, hogy van ez az Európai Uniós, illetve európai szintű vakcina nyilvántartó ilyen adatbázis, ahol le lehet kérni ugye a vakcináknak az összetételét. Most az a rossz hírem, de ezt szerintem Tamás doktor úr is meg tudja erősíteni, hogy 2010 óta az összes létező vakcinát lecserélték a gyártók. Tehát azt kell tudni, hogy ugye nálunk meg volt ez a rendszerváltás, nevezett köpönyekforgatás ugye a 90-es években, 90-ben, és itt ezután történt egy nagy átalakítási hullám, elindult tulajdonképpen az oltásokkal kapcsolatban. 95-ben már bővítették az addigi néhány, azt hiszem talán 3 vagy 4 oltás volt addig kötelező a gyerekeknek. Utána szép fokozatosan emelték a számát ezeknek az oltásoknak. És ugye, hogy mekkora pénz van ezekben az oltások mellett, nagyon gyorsan rájöttek. Ugye ez Amerikából indult el, ahogy mondta a doktor úr, a Rockefellereknek az orvoslásával. És ugye az, hogy a kommunista rendszer nálunk ugye leváltásra került, és megnyílt a piac tulajdonképpen a nyugati beruházók előtt,
ez rátette a bélyegét a kelet-európai országokra is, beleértve a Magyarországot is. Nevezetesen azért, mert miután elkezdték emelni a vakcináknak a számát, elkezdték lebontani azt az ellenőrző mechanizmust, amit a kommunista rendszer nagyon szigorúan betartotta. Tehát ugye mindenki emlékszik, tehát régen volt egy ANTS nevezetű szervezet, aminek például a feladata az volt, hogy időközönként szúró próbaszerűen ellenőrizték ugye a vakcináknak a minőségét, és ha szükséges, ha problémákat találtak, akkor azonnal elrendelték hatóságilag a kivonását a forgalomból ezeknek. Na most ugye nálunk 2010 után, a következő orbáni kormányzás után, 2012-ben volt egy jelentős változás, amikor megszüntették még az ANTS-t is. Onnantól kezdve már ugye létrejött ez a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevezetű valami, és átvették ezeknek a vakcináknak az ellenőrzését, illetve engedélyeztetési folyamatát, tehát mindenféle területen. Na most, és hoztak egy nagyon fontos döntést, az ANTS felszámolásával megszűnt az időnkénti szúrópróbaszerű ellenőrzése ezeknek a vakcináknak. Most úgy néz ki a rendszer, hogy bejelentés alapján ugye nézik meg ezeket a vakcinákat, és ahogy dr. Ormai Péter is mondta ugye az előadásában, és mutatta, hogy van ez a lehetőség, hogy hol lehet jelezni a mellékhatásokat, ha a szülő valamit tapasztal a gyereknél. Na most, amennyiben elegendő számú panasz érkezik egy ilyen vakcinára, akkor ugye azt vizsgálatba vonják, ezt kezdeményezik tulajdonképpen ezzel a panasz jelentéssel. Viszont mire végig megy az egész folyamat a rendszeren, az akár több hónapot is adott esetben, még fél évnél is többet vesz igénybe. És ha esetleg olyan ez a vakcina, akkor közben mondjuk kifogy a hűtőszekrényekből, és már nem lehet az országban sehol ebből a vakcinából beszerezni, akkor nagyon egyszerűen lezárják ezt az ügyet, hogy bocsi, nem sikerült megvizsgálni, mert nem jutottunk eredményre. Adott esetben meg pedig ugye nyilván, hogyha marad belőle, meg tudják vizsgálni, de az is hosszú hónapos folyamat, hogy egy minőségi ellenőrzés, aztán majd lesz belőle valami. Na most az, ez ugye azért is problémás, mert már azokkal a szervek, azok a laborok, ahol ugye ezeket a minőségi ellenőrzéseket végzik akár Európában, azt kell róla tudni, hogy a nagy gyógyszergyártó vállalatok azok, akik finanszírozzák őket. Tehát magyarul a saját gazdáik ellen kellene azoknak az adott szerveknek hozni egy olyan határozatot, ami nekik nem éppen egyezik bele az üzletpolitikájukba. Tehát maga az egész rendszer, amiről ugye beszéltem, a 90-es évek eleje óta teljesen romba dölt, hogy úgy mondjam. És nekünk ez egy fontos feladat lenne, hogy majd valahogy ezt a rendszert visszaépítsük, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy egyébként így van ez a rendszer, mert nem tudnak róla az emberek. De minket támad a média mindenféle szempontból, hogy ilyen oltás ellenesek, olyanok, ilyen is mindenféléket írtak az összes közösségi oldalon, meg minden, hogy én vagyok az oszlopos tagja ennek az ellenállási mozgalomnak az egyik ilyen vezetője. Igen. Hát nem szándékoztam én sem ilyen feladatokra egyébként, és azon túl, hogy ezeket a rendezvényeket szervezem, igazából én nem nagyon tudok ebbe beleavatkozni, hiszen nem vagyok se orvos, se semmi jogász, se semmi más. Csupán összefogom az embereket ezekre a közösségi találkozókra, ahol személyesen is van lehetőségünk beszélni egymással, és hogy a nagy nyilvánosság elé eljusson ez a dolog. Mert azzal párhuzamosan, hogy bennünket támadnak folyamatosan, akár az orvosainkat, ügyvédeinket, ugye etikai eljárásokat kezdeményeznek ellenük, valamilyen szinten a médiában ennek mégis csak hírt adnak. És ez szerintünk, ez nekünk ugye jó is, meg rossz is, de abban a szempontból mindenféleképpen jó, hogy a legutolsó alkalommal is, mikor ez megtörtént, akkor ugye lennek az RTL-től elkezdve a Hír TV-nál mindenféle riportról, az összes újságban benne voltunk mindenhol, és rohoztak bennünket. Tehát szerintem Angelikáik meg tudják erősíteni, hogy napokon keresztül az e-mail levelező rendszerük az lepagyott, mert annyi üzenetet kaptak a szülőkről segítségkérésnek,
Ha nem látták volna ott a médiában, hogy amúgy itt mi vagyunk, és ezt csináljuk, akkor nem is tudtak volna rólunk. Tehát valamilyen szinten mégiscsak haladunk ezzel előre, és pont azért tartjuk ezeket a találkozókat és ezeket az összeületeket, hogy tudatosítsuk mindenkiben azt, hogy bizony, amit csinálunk, az jó, és hasznos, és eredményes legyünk át. Úgyhogy én csak így ezt a pár gondolatot szerettem volna elmondani. Nem tudom, doktor úrságról, van-e ezzel kapcsolatban még hozzá tűzivaló? Hozunk két ábrát, az egyszerű lesz. Ez is jó. Jó. Lesz. Akkor addig, amíg a Sándor elér. János. Vagy János. János, Hazer János. Fontos szereplője a csapatunknak, Gabert Jánosra azt kell tudni, hogy nagyon profi abban, hogy különböző hatóságokat, beadványokkal, meg közérdekű adatigényésekkel és minden mással bombázza, tehát nagyon-nagyon jó ezen a téren, úgyhogy szerintem már az összes minisztériumban ismerik a nevét. Közelebb tudunk, úgy Sándor. Nem, beszéljünk csak. Mondjátok, hogy mikor álljunk maga, és hogy hajlok. Tehát amiben kezdünk jó lenni, hogy zavarba hozzuk őket. Még közelebb. Még közelebb. Na, most jó. Tehát azt kell tudnunk, hogy az igazán profi, azok pszichopaták a másik oldalon. Most egy Magyarországon van egy ilyen pszichopata, azt nem tudom, de az amerikaiaknál egy mikro példány az Anthony Fauci. Meg a Bill Gates. Most van Magyarországon minden volt, mint azt nem tudom. Ugye vannak néhányan, akiket már látnak, akik többé-kevésbé tudják a tutit, és ki ismernek állni. A másik oldalon van nagyon sok, én személyesen többet ismerek, nagyon sok lelkiismeretes, jóindulatú orvos, aki őszintén hiszi. Tehát nem volt, soha nem volt ott, de boldogan felsorakozott mind a három éppen kapható Covid-oltásért. És akik át, hogy mennek én is, megjognak a legyen. Tehát ez az élet valóság. És akkor jönnek azok, akik mondják, hogy hát a Covid az félre sikerült, de a többi milyen jó. Hát a mostaniak annyira nem jó, nevezzek a szovjetek milyen jó voltak. Múlt héten beszélgettem valakivel, aki 55 éves, és mondja, hogy az unokája autista, de ő jól tud vele kommunikálni, 55 éves, mert ő is az. És pontosan emlékszik arra, hogy ugyanazt csinálta három évesen, mint a most három éves unokája. Tehát akkor annyival volt jobb a helyzet, hogy kevesebb volt az oldás, és egy baktériumra vagy vírusra volt kalibrálva. De az egyéb, minden más, az pont olyan megbízhatatlan és nem jó volt. Most a másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy a gyereket elkapják és szép szóval, erőszakkal beviszik az erdőbe és beolták, megméri, akármit csinálnak vele. Tehát aki bevállalós, és sajnos a szülők nagyobbik része nem bevállalós, az vagy leírja, vagy legalább elmondja az osztályfőnöknek, az igazgatónak és az orvosnak, hogy drága barátom, ha a gyanúja fölmerül annak, hogy bántottátok, vagy bántani akartátok a gyereket, megy a feljelentés, és büntetőjük lesz belőle. Most innentől kezdve békén fogják hagyni a gyereket, utáni fogják a szülőt, lehet, hogy utáni fogják a gyereket, mert a gyerek érzékelhetik, hogy rosszat tett a szülő, ez a kockázat benne van, de békén fogják hagyni. Tehát Covid alatt én láttam olyan esetet,
amikor valaki nagyon kivonszabjával rohangál gyerekek után, hogy be akarja őket oltatni, és kapott egy levelet, hogy drága barátom, ezt hagyalmam, a másolat elment az ügyészségnek, természetesen az ügyészség nem csinált semmit, de a pasasat visszatette a hüvelyébe azt, hogy jelent. Tehát mindenki fél attól, hogy rendőri vagy ügyészi, vagy orvosi, etikai eljárás induljon el. Tehát, hogyha bármelyik itt a teremben igazolni tudja, hogy neki oka van arra, hogy etikai bejelentést tegyen a kiherült orvosi kamarának, tegyen el. Elég annyit megtenni, hogy oltási kérdéssel fordult a gyermekorvosomhoz, aki fölényesedve elhajtott. Kérem az egy kivizsgálását. Természetesen hajaszállásra fog bűrkülni a pasasnak, de az etikai bizottság öt emberből áll. Meg a titkárkönyvő, meg a postázódó, meg a mibumlánakból. És fognak küldeni egy elutasító levelet, ami alapján fellebezéssel lehet élni. És akkor megint 5-10 ember játékban voltunk. Na most értelem csak az itt megjelenve 10%-a megcsinálja ilyen lehetőséggel az orvosi kamarát és az etikai bizottságát. Képzeljük el, milyen hengzsegés és rüsgés számadott. Tehát én. Le fognak minket kattintani, de a 10-ből legalább 2 elkezd merengeni azon, hogy hát ha, meg vajon miért. És Angelikáit egyik ügyfelének tolmácsolok, és a múltkor volt egy olyan összevont orvosi, családügyi, gyámügyi, mit tudom én, milyen ügyi értekezlet, ahol a két szülő meg a kisbaba mellett megjelent 6 magyar. Tehát a közötti gyerekorvos, meg a védőnő, meg a családsegítő, meg az ő főnöke, meg a gyámügyes, meg az ő főnöke, tehát ott volt 6 magyar. A 6 magyarból egy meg se szól. Az apuka folyamatosan azt mondta, hogy az rendben van-e, hogy az oltás miatt a gyerek meghalt. Erre mindig azt mondták neki, hogy legyen szíves jogról beszélni. Őket csak az rendelet érdekli, meg a törvény. Ami hogy én vagyok a törvény alapján, mert a törvény azt mondja, hogy felmentést lehet adni. Mikor lehet felmentést adni? Ha fönnáll annak a veszélye, hogy egészségpárosodás következzen be. Meddig érvényes a felmentés, amíg ez a veszély fönnáll. Én kérdezem, meddig áll fenn a veszély, amíg hibátlan oltóanyagot ne adnak. Adnak hibátlan oltóanyagot? Nem adnak. Tehát meddig tart a felmentés? Mai tudásom szerint az idő végeztében. Tehát a szülőállat törvény, az egy magyar egészségügyi törvény alapján, meg a magyar alaptörvény alapján. Tehát a másik falból egy meg se szólalt, egy fű mögött, egy véres szájam ütömöztött azt a dumát, hogy hát a szülő ne veszélyeztesse a gyereket, és ha kell, akkor meg kiemeljük a családból. Mire a szülő mondta, hogy hát tisztelettel a törvény azt írja, hogy amíg tartva az eljárás, a tisztesség békén hagyja minket. És másfél óra után az orvos azt volt képes kikrésteni magából, hogy nehogy már oltás ellenes csináljon tőlem, de tudomásul veszem, hogy a szülő vállalja ezért a felelősséget, és amíg a szülő nem fogja kérni, nem fogom beoltani a gyereket. Se kötelezően, se nem kötelezően. Ez az orvos 3 hónappal ezelőtt hallani nem akart arról, hogy valakit ne oltson be. Közben perbevonták, és ugye egyik is szeretik a perét. Pláne nem a halperesnek hívják. Szóval, igen, vannak dolgok, és azt én teszem hozzá, hogy ugye az egészségügyi iskák, azok önmagukat sem tudták megvédeni. Én nekem azt a tanácsot adták annól, hogy ha jön hozzám egy befektetési tanácsadó, akkor kérdezzem meg, hogy az ő befektetései mit fialnak.
ha találkozom egy olyan tanácsadó valaki, azt akarja, nem mond nekem, de várni meg, hogy hogyan kell lefogyni, és ő élősúlyban 150 kiló, akkor nem biztos, hogy ők jönnek el a tanácsot elfogadni. Tehát én megkérdezném, ha most itt szembe jönni egy gyerekorvos, és az unokával nekem kéne megküzdeni vele, hogy drága otthon. Mit tudott ön arról, hogy mekkora haszna lesz a három, vagy mit tudom én, eredetileg csak kettőnek szám COVID-oltásból? És ahogy Angelika mondta, oltás nem bújik be nyom nélkül, csak nem sósvíz volt a fecsendőre. Tehát én ha a gyerekorvossal, vagy bármilyen orvossal találkozom, hogy tapintatosan két dolgot megkérdezek tőle, hogy miért akar nekem tejet adni, mert rákkeltő is tolja a rákot benne, és mit tanult az oltásokról? Mit keres benne a formaldehid? Hát nem sem szokott lenni, mert tényleg mit keres benne a formaldehid? Ha megnézzük egy munkavédelmi felírást, ha a kezembe csöppen a formaldehid, akkor futás az orvoshoz, hogy leápoljon, kimosson, bemosson, mindent csináljon vele. És akkor a két hónapos kecsemőnek meg az érintet. Nagyon megdolom. Na most, az egyszerűen jegyzeteim, hogy mondja az elég dolgok, hogy már belőle oltásellenes csináljanak. Most az angol nagyszokás szerint az az oltásellenes, aki legalább egy oltást nem kér. Tehát ha a doktorkor én most megkérdezni, hogy hány típus oltást tett föl az elmúlt évben, hány koronaoltást kért múlt hónapban, és lehet szóltatni, akkor kiderül, hogy Magyarországon van 9 millió 600 ezer oltás ellenes, mert ha az amerikai menetrendet nézem, akkor most mindegyikünkben 10 darab COVID oltásnak kéne rögöknie. Már aki eddig előtt. Hát ők már tizediknél van. Tehát akkor mutassák meg nekem azt a magyar, akivel benne van a tifusz, a kolera, a tíz. Na, tehát azt nagyon hangsúlyozom, hogy azt a pici könyvet, amit itt Torvai doktor mutatott, ezt valószínűleg nagyon felületesen és nagyon gyorsan lapozzák át az egyetemen, és a jelenlegi doktorok meg tudják mondani, hogy étkezésről hány órát tanulnak az orvosi egyetemen. Semmennyit. Azt mondják, hogy egészségesen érem. Tehát tananyag szinten semmi. Én megnéztem a magyar diabetikusok, akikor egy ilyen valami kézikönyvét, és körülbelül az első oldalon már ott van az, hogy tessék fogyasztani sok tejet, mert az nagyon jó a kalcium háztartás miatt, meg nagyon jó a ezért, meg nagyon jó az is. Jelentem alásan, azt laborban kimérték, hogyha valaki megiszta a pohár tejet, hogy abban menjen a kalcium, azt megmérték, és megmérték, hogy mennyit is jön ki, és kiderül, hogy többet. Mert az emésztéshez, csontokból kalciumot fogunk ki. Egyébként a tehénytejnek az a lényege, hogy megszületik a boci 40 kilósan, egy évig szopik, és tízszeresére kell, hogy nőjön. Na, ki az a teremben, aki azt hallotta, hogy egy ember gyereknek egy év alatt a tízszeresére kell nőni? Hogy belegondolunk, hogy a 3-3 és 4 kilóval születik meg a gyerek, valahol a 2-8-3 fél között tartják normálisnak, és egyéves korára körülbelül elérni a 10 kiló 11-et, és akkor azt mondjuk, hogy meg portáltak úgy lesz. Jó. Igen, igen. Na, és akkor honnan van a tehénnek kalcium? Nem tudom, alása levegőző a füvet, és abban van kalcium. És hány rántófus veszik meg az a tehén, mire elérje 400 kg? Tehát van ez a másik közkeletű hiedelem,
Én is nagyon sokáig belőttem föl, hiszen ezt kezdtem a magamról, és úgy értem el, hogy mi minden erők vagyunk. Nem, mi nagyon erők vagyunk. Kibírjuk, tehát hogy egy gépkocsi is kibírja, hogyha 10% vizet keres a benzinben. Kibírja, de nem az igazi. Van egy törzs Afrikában, az a nevük, hogy Maszáj. És azok nagyon-nagyon sok húst tesznek, gyakorlatilag húst tesznek. És a környékbeli törzsekhez képest 10 évvel rövidebb ideig él. Nagyon fittek, jól néznek ki, sokat mozognak, tehát sovának ezek a baj, csak éppen 10 évvel hamarabb megvannak, mint a szomszéd faluban, akik már nem húst. Meg ugyanez igaz az eszkimókra is, akikről hivatkoznak, hogy hú, mennyi fókát tesznek, milyen jó neki. Igen, olyan jó nekik, hogy elvíznak, kicsitben hamarabb megvannak az amerikai adósítóval. Tehát minden minden nagyon merem ajánlani, hogy amikor azt hallja, hogy egészséges életmód, akkor gondoljon arra, hogy az ember növényi értelemben működik a legjobban, és a másik, amit szeretnék elárulni, nagy titkot, hogy nincs egészséges olaj, és nincs egészséges zsír. Tehát ami már dobozban, üvegben, nekünk odaadnak, hogy sír, vagy olaj, az egyik sem. Se a kókusz, se az oliva, sem egyik. Sok baj van velük, de a legegyszerűbb, amit meg tudunk érteni, hogyha megesszük, pár perc múlva benne van az erejben. És a zsírtól, olajtól összeugranak, összecsomósodnak a vörösérsejtek. És van egy csomó olyan alkatrészünk, a szemünk, a vesténk, de mindenhol, ahol rengeteg a kapillár is. És hogyha van egy olyan vörös vérség, aminek a burka megkeményedett a zsírtól vagy az olajtól, az már nem tudja behúzni a pocakját, és nem tud bevenni a kapillárisba. Ha meg már össze is kapasztottak, akkor értelemszerűen mélyiket is tehát nagyon azt kellett mondani, hogy tanuljuk meg hozzáadott olaj és zsír nélkül főzni, mert azt hisz a legjobbat nekünk, sőt, főzni bármi. Tudom, a teremben van, az többen ellenére nincs fogalmaznak meg, de nekem ez a legjobb. Nekem három nagyon ronda autoimmun betegségem múlt el pár hónap alatt, amikor átváltam erre az étrendre, és amikor két hónap után egy szelet halat megettem, az egyik volt két óra múlva ott rövid a hóna alatt. Tehát megoldott a próba, megoldott az ellen próba, köszönöm. Ennek lassan 8 éve, és még mindig ott volt. Most már a Bodós Sándor vagyok, Esztergomból, személyszakorvos, nyugdíjas. Hát hogy keveredtem én egész szeretetekbe az ügybe? 34 éve vagyok katolikus, és azóta különböző földrészekre jártam, látok a könyveit, elolvastam. Másról jutott, hogy a ír látoknak, ha egy hirtelen olvas lesz, ne vegyétek föl. Ezt 2011-14-ig hat kötetben meg lehet venni, interneten másodikeljövendel.hu, meg lehet győződni róla, így van. Na most ezért én mégis Vörösváron ott hagytam a személyszakorvosi állásomat, ami 500 000 forintról mondtam le, és évekig nem dolgoztam, míg aztán most pár év után jött egy cég, ahol nem kellett oltás, és így most egy-két napot hetente dolgozom. És érdekes felfedezéseket tettem a munkám kapcsán. Az egyik, majd kapcsolódok hozzá az ügyben, az egyik megdöbbentett, 45 éve vagyok szemész, és tavaly augusztusban a cég kért, hogy hát egy üzletláncot szűrjünk már le, és hát Szegedtől Budaörsi Kalocsa sok helyen voltunk, és azt vettem észre, hogy a messzesedés, az mindjárt mutatom is az ábrán, sokkal gyakoribb, mint amit én eddig tudtam az életemben. És ehhez fogok majd kapcsolódni, akkor érdekes volt újabb információval, akkor most mutatom az ábrákat. Tehát az az érdekes, hogy ha szemben mi benézünk, mi először mindig a látóidőt,
látóideget nézzük, a látóideg főt. Na most ennek mindenkinek mindenki látja, hogy van egy kicsit fehérebb része, no, az egy olyan benyomott rész. Középen van ez a benyomott, csak azért ott mennek az el. Tehát ez a látóideg fő. A másik pedig, amit szoktunk nézni, ez az éles lámpás helyet, kevésbé van baj, de a leggyakoribb az erekkel a probléma. Tehát ez egy normál érrendszer, mint látszik. Itt mutatom a kereszteződést, tehát normálisan kereszteződik az artéria és a véna. Na most, ha belenézünk a szemfelénkre, itt egész jól lehet látni, hogy ha elveződik az artéria, ugye vastagabb, S-alakból benyomja a vénát. Tehát ennek fokozatai vannak. Itt most csak két szélsőséget mutattam, de én jobban odafigyeltem erre, mivel Szegeden például 90% fölött volt, akinek veszesebb volt az érrendszere, és a másik probléma. Tehát ez a veszesedés rögtön van. Amilyen a szervezetben, olyan az egész testben. És ezért vállaltam, hogy a Dualife cégnek a keretében, ahol ő jelen van, én mindenkinek ilyenesen megnézem, mert sokkal nagyobb probléma ez, az érrendszeresedés. Na most a háziorvosok, amikor kérdezem az esetek felében, 20-30 ember néznek meg egy nap, és az esetek felében, több mint a felében látom, hogy veszesebb az érrendszer, akkor megkérdezem, hogy hogyan akkor ez kerülje. És akkor a 45% azt mondja, hát a határokkal kicsit magasabb, de a háziorvosnak azt mondta, hogy nem kell semmit csinálni. Akkor én meg vissza szoktam kérdezni, hogy hát miért csak akkor kell valamit csinálni, amikor már papagyőzési infarktust kapott az ember. Nekem tetszik az a kínai közmondás, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Tehát én ezt komolyan vettem saját magammal is, mert cukor miatt járok ugye laborba, és 4 hónappal még koleszterinem magasabb volt, és elkezdtem szedni a cégnek a Popolterol nevű készítményét. Érdekes volna, 1 hónapra már normál kategóriába kerültem. Tehát ez az egyik dolog, hogy az érrend veszesedés sokkal gyakoribb, mint ahogy azt az emberek gondolják, és a magyar orvosok, a háziorvosok se küldik, hogy évente kéne a magas vérnyomásról, a cukrosokat szemtelenítőre küldeni, és ezt állapítjuk meg, hogy milyen állapotban van az érrendszer. Magas vérnyomás első, második stádiuma, harmadiknál a vérzések jönnek. És ami a még megdöbbentőbb volt számomra. Tehát a látóidegfőnek, én 12-18-ig Németországban dolgoztam, ki lehet telefonálni, 5 kicsi klinika igazol, hogy tényleg ott dolgoztam. Ott azt nézik, hogy addig normális, amíg 50%-ig van ez a ködör. Ha már 60-70% az már zöld hely ugyan. A zöld helyek meghatározása teljesen megtévesztő, mert azt mondják, hogy előre haladott látóidegfő mezesedés vagy sorvadás, amely rendszerint magasabb vérnyomás, szemnyomással jár. Na most, miután után ezt tapasztaltam, hogy ebben az üzletláncban több mint az 50%-nak volt nagyobb, mint 50%, hát két dolgot tartottam lehetségesnek, mert egy jelentést kellett írnom a végén, mondom, vagy nagyon hallgatják az egészet, vagy botrány lesz belőle. Na most ez a botrány, ez most úgy tetőzik, hogy én havonta kétszer Győrben is járok, és dolgozom a Hungáriavednél, és mivel ott nincs ez a 15 milliós műszer, semmelyik rendelőben, csak Magyarországon. Lipcsében nekem saját tócétén volt, de hát az más kategória, mert ez egy gazdagabb ország. És mindenkit elküldök ugye a róla jönni nagyobb OCT vizsgálatra, tehát elég jó, szemnyomásmérés, szemnyomártagasságmérés, de mínusz 10-től plusz 10-ig. Tehát hiába 18-as a szemnyomás, vagy a 25-ös a szemnyomártagasság, már is 25 van. A magyar szemésznek odáig eljönnek, hogy látóteret csinálnak, de ha a rostok fel leszek, akkor jön a látótérítés is. A legfontosabb az OCT, okulális komputertomográf. Ez pontosan megmondja a 15 milliós műszer, hogy körbe a látóidegfő mellett az idegkártya vékonyabb, vagy nem a kelleténél. Ha vékonyabb, akkor a szöld hályog. Teljesen meglepődtem még egy szerintem, amikor dolgoztam az első két évben, ilyen 10 éves gyerekek jöttek, és nagyobb volt, hívom a kollégiát, aki tapasztaltak, hát ő sem tudja azt, hogy küldjük be halléba a megyeközpontban. Juvenilis glaukóma, azzal jut vissza. Magyarul 10 évesen már zöld hályog. Aztán a következő nagy pofon, fél éve Győrben történt, kérdezték, hogy hát gyerekeket elvállalok. Hát mondom, ha kooperálni, de vállalnám el. Meg teljesen mások miatt jött. Legtöbbször ilyen rossz látás miatt, de belenézek, a látásnál rendben volt a gyereknek. Belenézek, 80%-ban hátra van jobban. És akkor már a
szűrések alatt megtudtam, hogy a japánok bebizonyították, hogy az elektroszkóp megsérti a látóideget. Ehhez még csak külön hatottam, hogy hát az érted is ezek szerint megsérti, nem csak az ereket, hanem a látóideget is. Tehát már 3-4 éves gyerekeknél is probléma ez. Tehát azt mindenki tudja, hogy ma 3-4 éves gyerekek is a okos telefontól kezdve minden hatót használnak, az elektroszkópban már nem lehet kiküszöbölni. Tehát ezért tartottam a fontosnak, hogy én ezt, ja, és még a havatortán, amit csak pár napot tudtam meg, szóltam Győrből, hogy tehát azt szoktam oda, hogy ilyen OCT vizsgálatra menjen el, Győrbe a fél év alatt talán az állami rendelésébe jön, de van négy magán klinika, ott egy héten belül megnézik. Na most az egyik magán klinikán, tehát elküldtem egy önkormányzati dolgozó ilyen gyanúval, és akkor a Berecki klinikán azt mondták neki, hogy mi a fenébe küld, nincs is ilyen gyanú, stb. Én azt hittem, hogy amikor elkezdtem dolgozni Vörösváron, megdöbbentem, mert ott hetente bőröndök meghozták a gyógyszereket, amik kettesével, hármasával tudunk a műkvényeket például lépcsébe az embereknek, és itt Vörösváron, amikor átküldött valami műkvényet írok fel, és a Vatikánba átküld, visszatelefel, nincs ez a műkvény, mit adjanak helyette, akkor azt mondtam, hogy már 10 éve le vagyunk valami országból. De amikor Szegeden volt, hogy mondom, hogy az illetve glaukom magyarul, igazgyakorlatilag. Doktor, 3 hónapja voltam a szemészeten, semmit nem mondtam. Magyar szemészek azt mondja, fiziológiai eszkaláció. Hát nem, hogy megbecsüljék 0-0-6 vagy mennyi, de az OCT pontosan megmondja. Akkor módosítanom kellett, hogy hát 20 évvel vagyunk nem valamit, legalábbis a németekhez képest. A Vörösvári asszisztensem, amikor itt hetente többször így elbújtam képet, és csak így néztem, mint a moziban, akkor azt mondja, doktor úr, ez nem lépcse. Hát rá kellett döbbennem, hogy olyan különbségek vannak, és én megmondtam itt a főnökségnek is, hogy én nem vagyok hajlandó másképp dolgozni, mert sose felejtem el, jött egyszer először a Cejzben még egy ilyen idősebb úr, tök örös szemekkel, akkor ketten vezették. Belnéztem, teljesen fehér volt a látóüregfő. Magyarul, hát fényt sem érzett. Később fedezték fel. Most viszont azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy azért kell ezt a vizsgálatot megcsinálni, a legfontosabb az OCT, mert ma már nem így zöldhagyban megcsinálni. Ezt nekünk kell felfedezni szemészeknek. Na de hát, ha így jönnek hozzá a szemészek, hogy az OCT nem is fontos, mert még azt mondja a Berecki a vezetője, a fenének ment, hogy nincs így zöldhagyban. Hát úgy a 6-os volt az OCT-je. Tehát én a német szemben dolgozok, a magyarok meg 20 évben le vannak. Köszönöm szépen, ennyit tudtam mondani, hogy más probléma is van, az oltás nem már sokkal fontosabb, na de hát olyan dolgok vannak, ami lassan, de mégiscsak probléma. Köszönöm szépen. Azt szeretném, hogyha a társaságok itt ilyen rendezvényekre járnak, azok megértenék, hogy mi is itt tulajdonképpen a fő probléma vagy az ellenfél. Kezdett föl, akik úgy gondolják, hogy az oltás. Igen, biztos, annak is van lehetősége. Senki nem tette föl közé. Mindenki gondolja, hogy valami más. Hogy? Ismételj meg a kérdést. Igen, tehát, hogy az oltások a problémák-e, illetve azért a probléma, ami ellen küzdenünk kell. Igen. Na, és akkor ehhez erre mondanám, hogy igen, az is jó, hogy a rendszer. Elmondanám, hogy itt az oltásokban, amit most leginkább belekeverlek mindenütt, az az mRNA-s technika. Ugye? Ezt megtanultuk a Covid alatt. Az mRNA-s technika, aminek én a irodalmán kibúvákodtam a bírósági eljárásnak bizonyos fázisában, és az derült ki, hogy amikor ezt a technikát kitalálták, akkor már csecsemők, gyerekek és az összes kísérleti alany meghalt. Tehát nem is lett volna szabad elkezdeni ezzel foglalkozni, de mégis elkezdtek vele foglalkozni. Mit gondolnak, hogy miért? Hát mert ez volt a cél. Tehát
azt kell érteni, hogy itt nem az oltáson főszereplő, nem az a fő probléma, hogy ezek most valami nem bár rossz hatást keltenek, hanem az a főszereplő, hogy olyan fajta eljárással kísérleteznek, ami úgy tűnik, mint a természetes halálhoz vezetne, de közben nem az. És ezek közé tartozik az oltás, az egyik legjobb eddig. És most olyan fajta technikát használnak, amit ugye szóbort arról, az Ormai Péter mondta talán, hogy jelentsék be azonban a károsodás. De a károsodásnak nem ott fog bekövetkezni, hanem hogy az angyalja már mondta, hogy ő neki 40 valahány év után jött ki az, ami az oltás miatt volt. Tehát a fő ellenfél az az, akik abban gondolkodnak, hogy észrevehetetlenné tegyék az emberölést és az emberek megbetegítését. És ez megy most már ezerrel, és szerintem aki itt van, és valamit ebből ért, mindenki ebből le van maradva. Mert itt tartanak. Tehát ugye a Pájkos Jövénykár mondja, hogy a mostani forduló már arról szól, hogy baktériumoknak a toxinjait állítják elő, olyan toxinokat, olyan mérgeket, amit a baktérium termel, és amely megmérgezi lassanként a szervezetet. Tönkreteszi a flórát, az idegrendszert, a erekben lerakodik sokkal inkább, és ez az eljárás, hogy baktériummal termeltetnek olyan anyagokat, ami lassan ől, ez egy hasonló dolog, mint amit az oltásnál lát. Az oltással is beadnak dolgokat, de itt másról van szó. Na és ezt hogy csinálják? Azt is leírja a Pájkos Jövénk, hogy most már ugye ezekben a nagy vertikális zöldségfarmokban telepítik be ezeket a géneket, amelyekkel elkezdik termeltetni ezeket a baktérium toxinokat. Meg a rovarokban. Tehát a rovaroknál sem az a legfőbb probléma az élelmiszerben, hogy az undorító, mert mikroszkóban megnézik, és ott a szája meg a feneket, minden. Hanem az a legfőbb probléma, hogy az a rovar az génmódosítással fenyésztett. Tehát a génmódosított anyagokat nyomják be a lisztbe, mondjuk, és észrevétlenül most már ugye azt veszi meg az ember a boltba, vagy bemegy egy étterembe, és azt tálalják fel. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy 2012 óta a disznókat MRNS technikával oltják, nem a csirkéket, bocsánat, a disznókat 18 óta, a marhákat meg múlt év óta MRNS technikával oltják, ami azt jelenti, hogy a húsa maga benne van ez a MRNS sokszorosítódás, és ez úgy van megcsinálva, hogy az emlékszerrendszeren keresztül is kárt okozza. Tehát nem véletlen a Pájkos Jövénknek az a instrukciója, hogy a baktériumok a következő, mert minden az emlékszerrendszeren keresztül először a baktériumok forrát károsítja, has, vad baktériumokat szaporít, és azok pedig csinálják ezeket az anyagokat, amivel nem fog azonnal meghalni az illető, hanem mikor? Jóval később, de mondjuk 2 éven belül, vagy 3 éven belül, vagy 5 éven belül. Ugye ezt látjuk most a világban, hogy a Covid oltások is ilyenek voltak, 30 millióval megnőtt a világon a túlhalálozás. Abban a 109 országban még vizsgáltak egyik tudományosan. 30 millióval. Ez azt jelenti, hogy elindult a program, működik a program. Tehát nem tudjuk lecsekkolni, hogy ez az ember most miért halt meg a szívelégtelensége miatt, ami már megvolt neki 10 éve, vagy amiatt, hogy ez a oltásban lévő későn ható anyag, az a szívelégtelensége,
betegségét úgy okozta, hogy nem 10 év múlva halt meg, hanem mostan. Értjük? Tehát, hogy itt, itt olyan eszeveszett közemberségről van szó, ami ellen nem lehet úgy védekezni csak, hogy én a tolvás ügyet megoldom. Itt sokkal többről van szó, sokkal előbb járnak gondolkodásban, és nekünk sokkal gyorsabban kell felzárkózni ebben. És ennek a megoldásai között már nem csak az van, hogy a gyerekemet hogy mentem meg az oltástól, hanem az is, hogy mondjuk, hogy tudok olyan közösségbe szerveződni, hogy ne kelljen a légyős párnak, a többi multinak, akik ilyen hatalmas városi vertikális falokon termesztik már ezeket a paradicsomokat, a többit, amit meg lehet venni a polcokról, hogy ne kelljen azokat megvennem, hanem mondjuk hagyományos magyar fajtákat, amit ha elütetek újra, akkor még mindig paradicsom lesz, nem úgy, mint az, amit a bankorban megveszek, és következő évben már a paradicsom magja az már semmire nem jó, mert nem terem paradicsomot. Tehát már a mag termesztésre is rátették ugye a kezüket. Úgyhogy itt az a cél, az a fontos, hogy azt értsük, hogy itt sokkal jobban meg kell gyorsítani a gondolkodásunkat, hogy mi a megoldás. A gyereknek élelmiszert akarok-e adni, amikor ugyanezeket a dolgokat megkapja, amit az oltásban megkapott volna. Mert hiába mentem meg most az oltástól, hogyha közben az élelmiszerekkel meg 25 éves korában meghal. Tehát nagyon-nagyon fennék. És van mindenre megoldás. Mindenre van megoldás. Mert helyzet szabadulték ez a tábor. Az, aki ezt megértette, hogy az élelmiszerrel nagy baj van, az elkezd gondolkodni abban, hogy honnan vegyen meg az élelmiszer. Az, aki eddig termelt a beszállításra a spárba, az most nem oda akarja leadni, hanem azoknak akarja adni közvetlenül, akik nem manipulálják azokat a terméket. Tehát megvan a vásárló közönség is, megvan a termelő erő is, hogyha ez a kettő összetalálkozik. Na ezzel vagyunk mi, hogy próbáljunk összefogni, és próbáljuk meg azokat az embereket megtalálni, akik ebben úgy szeretnek. És tehát ők nem azt akarják, hogy azonnal meghalljon. Az egy rosszul sikerült COVID-oltás, vagy egy gyerekkori oltás, hogyha ő beadja az injekciót, és utána meghal a maradat. Nem azt akarják. Ők azt akarják, hogy fél év, egy év, öt év múlva halljon meg, mert akkor már nem lehet fölegíteni, hogy mitől van. Nincsen orvos, meg orvosi apparátus itt most, legalábbis ismertem az irodalomban, akik azt fölvállalnak, hogy kiderítsék, hogy valaki azért halt meg, mert két év, három évvel ezelőtt megkapta a COVID-oltást. Sajnos ilyen vizsgálatok nincsenek. Úgyhogy járjunk sokkal gyorsabban. Tudok ezért jönni. Köszönöm szépen. Ez nagyon fontos, amit a Kamasi doktor úr elmondott, ugye Letova Tamás doktor úrnak a Bolyon elhangzott előadása, amit úgy emlékszem, hogy az interneten nem látta volna. És doktor úr pont arról beszélt, hogy amikor a COVID-oltások voltak, akkor ugye hát mit határoztak, határidőszámokhoz kötötték a bejelentéseket a mellékhatásról. És először úgy határoztak, hogy 12 napra lőtték be. Tehát aki 12 napon belül jelentett valamilyen mellékhatást, azt regisztrálták, ugye utána ezt kitolták ugye 21 napra, aztán utána abba is hagyták, és azt mondta a doktor úr, hogy na így voltak úgy belásva, hogy miben határozták meg a határidőszámot, mert ha már valaki 3 hét után jelentett volna valami mellékhatást, akkor azt mondták, hogy ez nem az oltást fogom, kérem szépen. És ez azóta is így van, tehát nagyon sok olyan utólagos megbetegedés van, aminek csak hónapokkal vagy évekkel később jelentkezik, de egyértelműen ahhoz lehetne visszavezetni, viszont nem hajlandó a gerkölyvány az, hogy ez az oltásoknak a következménye. És ez, ahogy mondja a doktor úr is, ez az élelmiszeriparban is ugyanezt a projektet fogják eljátszani, amiről beszélt ugye Helyko Sőnik is, szintén az előadásokról. Ugyanis
az emésztőrendszerben lévő megbetegedések azok szintén egy hosszabb utamidőre vezethetők vissza, tehát nem egyik napról a másik napról fognak ezek jelentkezni. És ugye azzal, hogy elindították, ahogy mondta a doktor úr, évekkel előbb járnak ezekben a projektekben, tehát nekünk ezt valahogy nyomon kellene követni, és hát ezzel a mai előadáson mindegy nagy muníciót adunk itt a médiának, hogy megint kicsit pontehozzanak meg összeesküvés elméletezzenek bennünket, mert ugyanis, hogyha tényleg az van, hogy hónapokkal vagy évekkel később terül ki azt, hogy valakinek gyomor vagy bélbetegségét vagy bármit ezek az élelmiszerek okozzák, a büdös életben nem lesz, aki ez bizonyítsa. Tehát akár egy bélpolipból lehet egy bélrák fél év alatt, akár. De az is lehet, hogy egy vagy két hónap múlva ez bizonyítható. De akkor sem fogja egy orvos se leírni, hogy már pedig ez attól a lovarrisztől van, amit belekevernek az élelmiszerbe, mert ugye ezek a baktériumok utána ezt fel tudják használni arra, hogy különböző megbetegedéseket okoznak. Na most az, hogy a Conteo meg az összeesküvés elmélet, ez is egy nagyon érdekes dolog, utána olvashatnak az interneten, bárki nyugodtan. A DARPA már az 50-es évek után megalkotta a Conteo és az összeesküvés elmélet projektet. Tehát ez azt jelenti, hogy már ők akkor kitalálták azt, hogy az az ember, vagy azok az orvosok, vagy bárki, aki olyan dolgokról beszél, ami leleplezi az ő trükküket, az ő, hogy mondjam, szinte mondhatnám azt, hogy összeesküvésüket, mert ez egy összeesküvés, hát ők esküdtek össze ellenük, nem mi ellenük. Tehát aki ezt leleplezi, arra azonban rá kell nyomni ezt a kontaós összeesküvés, elmélethívő, stb. Lényeget, és ezt minden fórumon ellene nyomatni kell, hogy nehogy véletlen az ő ügyeiket, illetve az összeesküvésüket valaki leleplezze. Ez tényleg így van. És most egy olyan időt élünk, amikor hirtelen szinte mondhatjuk azt, hogy minden anyag kukba szakadt, az oltásokon kezdve a mérgezett élelmiszerek, a rovar fehérje, a légi különböző beavatkozások, felmetezések, látjuk nap, mint nap, hogy mi történik. Tehát, hogy, és akkor ugye ezt nyugodtan tudják folyamatosan szajtozni, ezt az összeesküvés elméletes bélyeget rá, mert ugye rajtuk kívül nincs, aki ezt ugye felvállalja. És hát ugye a másik az, hogy ugye bizonyítani is nagyon nehéz ezt a dolgot, pláne így ugye az mRNA-s vakcinát, hogy elmondta a doktor úr, mikor ezt elkezdték mutatni, még annyi egy pár évvel ezelőtt is volt egy magyar orvos, akinek olvastam, és hát azóta ugye orvos lett, akkor még egyetemet végzett, az egyetemi disszertációján pont az mRNA-sről írt, és azt írta lenne az utolsó pár mondatban, hogy az ő álláspontja szerint ezt a technológiát embereken még az elkövetkezendő 10 éveken belül nem lehet majd alkalmazni. Megnéztem ezt a doktori disszertációt, ez körülbelül 4 évvel volt a Covid előtt. Tehát, hogy ő azért ebből diplomázott, és ezt mutatta akkor, és ő erre a dolgokra jutott, ahhoz ahhoz képest, hogy egy végül villámcsapásként megérkezett a karikocina 4 évre rá. Tehát, hogy nagyon-nagyon ez a rendszer, ami elindult, ez a pénzügyi hatalom, ami ezt irányítja, ez óriási pénzeket fektet be abba, hogy ezeket a projekteket végigvigyek, és tökéletesen nem érdekli őket, hogy hány ember fog tőle meghalni, tökéletesen nem érdekli őket, hogy hány gyerek fog meghalni, akár a kötelező oltásokról bármi. Egy a lényeg, jöjjön a profit. És hogy mivel takaróznak, most jelen pillanatban is erről van szó, hogy gondoljuk a majd mint nőre, nem tudom, olvassák-e azt, hogy nem mégiben Bill Gates elhatározta, hogy hatalmas majomhívő vakcina gyárakat szándékozik építeni Afrikában, mert hogy az ő elképzelése szerint hamarosan óriási keret lesz Afrikában a majomhívő vakcinára. Na most vajon honnan tudja ez az úri ember, hogy ott ilyen vakcinagyárat kell építeni, ugyanezt a trükköt eljátszott a Covid előtt is, tehát hogy hajlan ezt. Tehát amikor összeesküvés elméletekről beszélünk, azért ezek a dolgok megjelennek a hírekben, ezt mindenki el tudja olvasni,
csak össze kell rakni a képet, és rájövünk arra, hogy lehet, hogy ez nem csak egy összeesküvés, mint amennyire éreztetik, illetve ahogy gondolják. Köszönöm szépen! Az egyik, még nem volt okos telefon, amerikai orvosok autóbalesetet szenvedett 2-3 éves gyerekekben láttak érelmeszesedést. Ugye Sanyi Hamburger és minden egyéb húst meg olajos útra tettek, hogy a 2-3 éves gyerekben is már okozott. A koreai háború, az ugye 1951-53, akkor ott 20-22 éves amerikai katonák küzdöttek, és a tábori orvosok azt látták, hogy ezekben a kárnézésre magkegészséges fiatal kisportos srácokban 90%-os elzárulás van. Tehát ezt nem most látták ki, nem a szuper műszerek mutatják ki, ezt akkor szabad szemben lehet látni. A jó hír az, hogy az általában propagált zöldség, sok gyümölcs, sok krumpli, sok a étrenden, ezek a lerakódások is visszavannak. A másik dolog pedig az, hogy a doktor úr említette, hogy a vérképe javult, amióta szedi a bogyóra. Na most, semmit, most láttuk egymást először, jól tudom. Tehát nem tudok hozzászólni az üzeneteihez, de minden bizonnyal nem állunk el nagyik, hogy a koleszterin ellen ajánlják a statin nevű kódszerre. Ami a horvát professzor szerint már méreg. A horvát professzornak tökéletesen igaza van, és kimérték, ugye minden Amerikában történik, a jó is ott kezdődik, a rossz is ott kezdődik. A Libikor nevű koleszterin csökkentő volt talán a Pfizer-nek korábban az egyik legnagyobb árbevétel hozó terméke. Megvizsgálták, most nem emlékszem, hogy 10 év vagy 20 év Libikor szedés után pont annyian haltak meg infarktusba, mintha nem szedték volna, viszont a szedték annak a 30%-a mázsugor, emlékezetkihagyás, névhibánatot kapott. Tehát az, hogy a vérképen jó, az messze nem jelenti azt, hogy egészséges vagyok. Ezekkel a mindenféle gyógyszerekkel meg tudják moderálni a vérképemet, imádják, hogy minden hónapban elköltött rá 5-10-20 ezer forintot, és abban érdekeltek, hogy azt optimalizálják, hogy minél tovább legyek ezen a rendszerben. Szóval amikor doktor úr fölvette a kérdést, hogy mi a legnagyobb, akkor alapjáraton a legnagyobb baj, hogy egy olyan rendszerben élünk, amit a pénz mozgat. A pénz mozgatásnak a legnagyobb pályára, amit az amerikaiakra kell hivatkozni, az egészségügy vagy a betegügyek. Ma az amerikaiak a nemzeti jövedelem valahol negyedén költi gyógyszerre, kórházra, tolószék, Alzheimer kezelésre, mikrohámokra. Tehát a nemzeti jövedelem negyedén. Magyarországon most nem tudom, hogy a 4-5-6%-át költünk erre, de Magyarországon az átlagéletkor pont annyit az amerikaiaknak. A japánok meg a németek fel annyit költenek, mint az amerikaiak, és 8-10 évvel tovább élnek. És az utolsó éveket egészségesebben költik el, mint az amerikai. Tehát most a legnagyobb pénzszivattyú az a krónikus betegség. A krónikus betegsége egyik nagyon fontos oka az oltás, a másik nagyon fontos oka a nyugati étrend, de beleértjük a magyar étrendet és a sok hússal, sok zsírral, sok tejtermékkel, és a mindenféle egyéb környezeti ártalmak. Tehát, hogyha valaki két év múlva meghal rá, van egy oltás,
kutatás után, akkor abban pont annyi szerepe van a ráknak, mint a műtrágának, vagy a növényvédőszernek, meg a húsnak. Aztán biztos vannak olyan vegyi laboratóriumi módszerek, amik ki tudják mutatni, hogy hát bizony szegény kémben volt tüskefehérjés. De az egy nagyon régi kísérlet, hogy patkányokat kifejeztek rákkeltő méretére, aflatoxinra, gabonával nálunk is meg lehet tenni. És azt találták, hogy ha a patkány a napi étrendjére 10%-kal állati fehérjéből, hogy konkrétan tejfehérjét használtak, akkor nem romlott, nem javult az állatot az állatnak. Ha 10% alatt kapott állati fehérjét, akkor csökkentne a daganat, amelyik állat folyamatosan 20%-os tejfehérjével étrenden volt, az garantáltan belátható időben elpusztult. Aki 5% alatt tette a kazein, tejfehérjét, az a patkánkor legvégső határáig eleven volt, okos volt, szexen, szakorodott, minden csinált. Benne volt az aflatoxin. Tehát a méreg is, meg az étrend is, meg az, hogy mozgok, nem mozgok, alszok, nem alszok, iszok elég vizet, nem iszok elég vizet, ez mind benne van. Na most, hogy Istvánnal is vitatkozzak egy picit, én vidéki magányomban úgy látom, hogy elérkeztünk arra a pontra, ahol most már a szupergazdagok, ez a bizonyos 5-10-20 ezer, aki úgymond irányítja a világot, az is látja, hogy aki közöljük, mint például a YouTube-nak a elnök asszonya pár hónappal ezelőtt agydaganatban meghalt. Az agydaganat az a Covid oltás után ütközött ki rajta. Ez az asszonyka tiltotta a YouTube-on a Covid-ról szóló történeteket, a Covid oltás mellékhatásokról szóló történeteket, és nem barátja azoknak a történeteknek, ahol állatgyógyászati termékekben, nem csak az ivermektin, hanem embergyógyászati is, meg állatgyógyászati is, agydaganatot, tüdőnaganatot 2-3 hét alatt tesznek tünetmentessé. Tehát az asszonyka egy olyan birodalom csúcsán csörgött, ahol az összes információ megvolt ahhoz, hogy ne kérjen oltást, ha bajt okozott, hogy kezelje, ha agydaganat jött ki rajta, mit csináljon. Sem az orvosa, sem a titkára, sem a személyi titkára, senki nem szólt neki, hogy cica, rossz folyamat. Most szerintem ennek a akár hány ezer, nem túl sok gazembernek, vagy szuperokosnak, vagy nem tudom nevezni őket, ahogy akarjuk, ezeknek is egy része belátta, hogy menjünk befelé az erdőbe. És az, hogy a... Tehát ez az én kontent. Én kis személyes kontent. Az, hogy előre küldték a Elon Muskot, akit az a DARPA, az az amerikai titkosszolgálatnak a gazdasági ága, finanszírozta a Teslában, a űrhajózásban, a Neuralinkben. Fölbíztatták, hogy vegye meg a hitet, és oldja fel a cenzúrát. Amit egy olyan 80%-on meg is csináltam, a cenzúrát feloldását. Nem, most is cenzúrát, nem is. Az elmúlt hetek híre, hogy megveszi a YouTube-ot, és megveszi a YouTube-nak az anyavállalatát, a Google-t. Na most, ehhez annyi pénz kell, ami az égen nincs, égen földön nincs. Másrészt ezt a DARPA nélkül, a CIA nélkül, az FBI nélkül nem tudja megcsinálni. Tehát én azt mondom, hogy a függöny mögött a pasik szkandereznek. Még nem tudjuk, ki győz, de látják, hogy rossz úton járunk. És még egy 3 percet elnézést. Trump, nem tudom mennyien tudják, a Kennedy elnök unokaöccse, Kennedy, meggyilkolt Kennedy elnök unokaöccse, Robert Kennedy
több mint egy évvel ezelőtt benevezett, hogy elnökjelölt lesz, elnökjelölt volt, és pár évvel, két évvel ezelőtt beállt a Trump megint. És azt mondták ők ebben, hogy három fontban értünk egyet. Az egyik, meggyógyítjuk az amerikai gyereket. Autizmusból, krónikus betegségből, mindenből. Két évvel belül megfordítjuk a trendet. Megszüntetjük a cenzúrát, és kijövünk az ukrán meg az egyéb háborúból. Ez a három pont. Ezt megcsinálják, halleluja, választák meg őket, ne lőjék le őket, tudják megcsinálni, halleluja. Most a nagyon rossz hír számunkra az, hogy amikor az USA-ban a dohányipar elpártolta, iszonyú mennyiségű kártérítést kellett fizessenek, csökkent az amerikai piacon a cigaretta eladás. Mit csináltak? Elmentek Kínába, Indiába, fejlődő országokba, és ott kezdték tolni a cigarettát, és nagy sikerrel terjesztették. Tehát ha az amerikaiaknak sikerül a John Kennedy dohónak visszatolni a gyógyszergyárakat a normális életre, akkor lesz egy nagyon erős igyekezet abban, hogy hogy nálunk, meg Szerbiában, meg Ugandában oltolják azt a pénzt, amit az USA-ban elvesztettek. Tehát egyfelől azt mondom, hogy van remény, másfelől meg azt mondom, hogy ügyesek voltak, akik elkezdték ezeket a mozgalmakat. Harmadrészt meg azt mondom, hogy az, hogy az USA-ban esetleg javul a helyzet, az hozhatja azt, hogy nálunk átmenetileg van. Úgy is győzünk. Úgy is. Én annyit elfelejtettem mondani, hogy a DualLife termékek azok Krakó mellett egy 10 éve egy magáncég alapította, és a saját növényeiből állítják elő, tehát GMO-mentes, meg minden egyéb mentes. És a kapszula is nem műadag, hanem a lucernának, a zöldes, a lucernának a kivonatával állítják elő, tehát teljes mértékben nem érzem, hogy a pokolban a rövidegét szeret. Köszönöm. János, még válaszolni neked röviden erre az amerikai kérdése. Eddig az sem volt elfogadott az USA-ban, hogy ezekről egyáltalán beszéljenek. Na most az, hogy ugye szkandereznek a pasasok a háttérben, ahogy te mondtad, a Kennedy bejelentette, hogy visszalép a Trumpnak a javára, nem mindenhol, hanem csak abban a 10 ingadozó államban, ahol az ő jelenléte dönthet arról, hogy Kamala Harris vagy Trump lesz a veto. És ő ugye Trump javára lépett vissza, tehát arra kérje a választóit, hogy oda hozzák az X-et. De itt ők a csavar a fordulatban, ugyanis már a múlt héten bejelentették, hogy nem engedélyezik a visszalépését. Már több olyan állam van, ahol a bíróság elutasította a visszalépési kérelmét. Mert tudják nagyon jól, hogy ezen fog állni vagy bukni az egész történet. És tehát ez a business, ez a pénzügyi hatalom, azok oda toltak a Kamala Harrisnek 100 millió dollárt a kampányába, ahogy bejelentette. Tehát, hogy ha csalni akarnak, akkor a pénz határtalan. De azért fölteszem azt a kérdést, hogy miért vadásznak tőle ennyire. Tehát ha azt mondod, hogy ő is ugyanott áll, ahol a másik, akkor valahogy ez nem logikus, hogy tolunk oda 100 milliókat, meg minden, és akkor közben kiderül, minden szorom, hogy mégsem. Aztán meg tegnap előtti hír, hogy most rá bejelentette azt is, hogy Elon Musk is belép a kormányába, és ő rá fogja bízni a média helyreállását. Na, aztán végképp. Szóval alakul a történet, és ugye ezért poénkodott a Putyin két nappal ezelőtt azon, hogy ő nagyon szeretnék a Kamala Harris az amerikai elnök, és milyen jó lenne akkor az mindenkinek, és az ő világboldogsága lenne, mert Putyin mondta egy tizet, nem is tudom milyen fórumon volt, igen, és akkor utána írták is az amerikai médiából, hogy Putyin azért Harris-szel trollkodott ezzel kapcsolatban, tehát hogy ez a pénzügyi
ugye azért ez mégiscsak nagyon tart ezekről, hogyha ezek ezt mégiscsak megcsinálják, már pedig azért Kennedynek a családját azért rezesen eltették a láb alól. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha valakinek, akkor Kennedynek azt mondod, hogy ha ő azt mondja, hogy már pedig én ezeket a gazembereket külön fogom csípni, akik a fél családomat tulajdonképpen eltették lábról, akkor én ezért kicsit bizakuló vagyok rá. Köszönjük ezt volt. Amit mondasz, ez mind azt mutatja, hogy folyik a szponter. Na most az amerikai érvényes törvény szerint 2017-ig az utolsó iratot is nyilvánosságra kellett vonatkozni John Kennedy elnök lelőgésével kapcsolatban. Sem Trump nem hozta nyilvánosságra, sem Joe Biden. Trump most közölte, hogy megígérte Kennedynek, hogy most már tényleg nyilvánosságra. Kennedy egyébként ügyvéd, és ő soha nem terelték azért, mert rosszat szólt. Nagyon óvatosan fogalmaz, én nem vagyok Kennedy, nem vagyok ügyvéd, én kimondhatom. Gyakorlatilag sorozatosan elmondja a YouTube videóiban, és azért van a YouTube-on elnökhelyettes, elnökjelöltként nem radírozhatták le. Ilyen az amerikai jó. Nem vagy elnökjelölt, leradíroznak, elnökjelölt vagy, megtűnnek. Trumpot is leradírozták. Tehát gyakorlatilag elmondta, hogy a nagybátyát a CIA vette le, nem volt hajlandó harcra szállni Kubában. A apját 1968-ban, ugyancsak elnökjelölt volt a papa akkor, egy olyan ember ölte meg, akit a mai napig nyilvánosan nem ismerünk, akit a apagyilkosság miatt leültettek, arról már az akkori igazság szakértő megállapított, hogy nem az ő fegyveréből ment ki a gyilkos törvés. Most nem emlékszem, hogy Kennedy mondta, vagy ki mondta, de most már teljesen szabadon lehet beszélni arról, hogy a 2001-es New York-i terrortámadás és a CIA és az FBI koprodukciója volt, teljesen egyértelmű. És az is egyértelmű a kongresszusi meghallgatások után, hogy a COVID az egy katonai akció volt, kínai-amerikai koprodukcióban. Most már csak azon lehet gondolkozni, hogy véletlen volt, vagy szándékos. Szándékos. Na most nincs bizonyítékunk, hogy szándékos, nincs bizonyítékunk, de ha holnap lesz, akkor én azon annyira nem fogok csodálkozni. De igen. Na most a szkander ott van, és nagyon félnek több dolgot. Tehát az amerikai államközgatás az állandó 2 millió emberből. 2 millió emberből körülbelül 4-5 ezer az, aki így köpöztülnek a Trump és a Kennedy páros az állásával. És ezek olyan állások, hogy mondjuk a hadügyminisztériumban a vasas kereskedés az idén 250 ezer dollár, nem túl nagy pénz, de nem rossz, viszont mondjuk 2 év múlva elmehetne a bőjükhez hadiipari vezérhelyettesnek évi 10 millió dollárért. Ha ők most kipasszolni, akkor egyrészt tudja a kockázatot, hogy netán még lehet is akasztanok a nyakába, valami, talán nem, korrupció, valami. És ugyanez igaz a járványügyre, a élelmiszerengedélyezésre, a mezőgazdaságra, mindenkire. Tehát az az 5000 ember, akinek a mai, meg a jövőbeli megélhetésre függ attól, hogy gond nélkül, erőfeszítés nélkül, végül játszadozom, azok most beleteszik. Igen, felpusztak. Én így látom. Kérdezem, hogy van egy kérdés esetleg, amit szeretnének feltenni. Nem látok kérdőt. Nem. Jó. Akkor viszont, mivel lettem még, de már kérdések, mert mi is kifogytunk nagyon a témából, akkor lehet, hogy befejezzük a mai előadást. A Kassai Adrieni kért engem, hogy ő írt egy rövid verset, azt szeretném majd felolvasni.
végén, hogy akkor adok neki egy szót erre a társadalmi olvasásra. Ezt a verset én amelyet írtam, mert most abban az időszakban vagyok, hogy az összes gondolatomat így az utolsó teltekségbe foglalom össze, és akik jönnek az ütletek. És ez a vers igazából rólunk szól, pontosan a magvédvéről is, és akkor én megírtam ezt a verset, ott erre a szakutányra tettem magukra, és gondoltam, meg a magyarságra, a nemzetiségünkre. Nem, most jön. Hallgatnak valók. Itt az asszály, égetik a termőföldeket. Fordultuk a hőségtől a sikert. Meghittünk ezt a vita a kizsákmányolást. Adjátok egymást, nem a nemeszi értelmeseméket. Írtsák a parlagfőre a magyar, írtsák a földet, írtsák az egész nemzetiséget. Én már évecsetek óta hasztalanul, olyan volt a parlagfő, amely hatak az is a kérma ellen, védi az őrségi lényeket, mindez határtalanul. Írtanak minket, de nem írják. Hallhatatlanok vagyunk. Együtt védjük meg az egész nemzetiséget. Nem tudok végig olvasni, igen. Ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtaláltatok. Köszönjük szépen. Én pedig még zárásban annyit szeretnék mondani, hogy ugye szeptember 29-én lesz a következő összeépletelni az Udani Tamáci utcában 14 órától. Akkor Gulyás Attila lesz a vendégünk, aki az egyiptomi, az egyiptommal kapcsolatos új felfedezésének módos elmaradt előadását fogja itt hódolni. 2 órakor kezdünk, és este 7 óráig leszünk itt, közben tartunk majd egy szünetet, az előadás 7 órás lesz, és utána fogunk beszélgetni az egyiptomi dolgokról, illetve itt lesz még velünk Kalmár János is vendégként. Úgyhogy ez egy kicsit más jellegű előadás lesz, ez 29-én lesz, aztán utána októbertől úgy beszéltük meg a Tamasi doktorúról, hogy ezután mindig egyeztetünk, hogy a Szkint Egyesületnek mikor lesz az összejöveteli, illetve a miénk is, hogy mikor lesz, hogy nekünk közön a két program egymással, illetve hogyha úgy van, akkor egymás programjelől is meghívjuk egymást, és akkor közösen fogunk csinálni ilyen összejöveteleket. És ha jól emlékszem, mert október 21. Azt mondja a doktor, hogy október 21-én lesz a Lurdi Házban, akkor a következő összejövetel, nekünk pedig október 26-án itt a Váci utcában egy héttel később a mi vendégünk Mester Károly lesz, aki a múlós előadását egy kicsit októberről beszélünk. Október 21, a hétfő. Akkor rosszul mondtam, akkor... Mégis a 19-ben a szombat. A 19, igen. Igen, akkor jó lemékszem. Akkor a 19-e szombaton volni házas. Rossz van? Rossz a naptárom, a telefonomban, úgyhogy nem tudom meg. És akkor a miénk azt pedig ugye, ahogy mondtam, 26-a, október 26-a lesz itt a Lurdi Házban, és a Mester Károly lesz az előadónk, aki a Molyon elkezdett előadását bővebben fogja kifejteni. Ugye többször elmondta, hogy neki az, hogy a beszélhetekről a GMO-s ártalmakról, az az egyikről az kevés volt, úgyhogy úgy döntött, hogy meghívjuk ide is, akkor egy 3 órában. 2 órás lesz az előadás, 2 és fél órás után egy kicsit lesz idő vele beszélgetni erről a témáról, mert a GMO, amiről ma még nem is beszéltünk, ez szintén egy nagyon fontos kérdésemnek a dolgok, ugyanis azon túl, hogy ugye ahogy doktorul elmondta, hogy oltják a szarvas marvákat, a sertésállományt, a csirkéket, még rátesznek egy lapáttal azzal, hogy most engedélyezte már az Európai Unió, hogy GMO takarmánnyal etessék ezeket a takarmányákat, az állatokat, tulajdonképpen bármilyen állatot, és azért azt tudni kell róla, hogy ha a tehén GMO-s takarmányt eszik, akkor az egy az egyben a tején keresztül ugye meg tudja kapni az ember. Tehát tulajdonképpen egy ugródeszkának használják az állatokat azzal, hogy a csirkéket, a disznókat
és a szarvas malát. Ezzel lefedik már, mert utána mit fogunk csinálni, megveszik a hús a nagyáruházunk polcainkból, legyen az szárvas, legyen az hatásállat, bármi, a GMO takarmány keresztül be fog kerülni az embereknek a szervezetébe. Ezért mondta a doktor úr, hogy itt az idő tudatosan vásárolni, és felkeresni azokat a termelőket, akár saját piacainkon, vagy bárhol kapcsolatban lehet, ami nem az ipari fogja megnézni. Tehát találkozunk szeptember 29-én 14 órakor különböző. Köszönjük szépen!